Még csak építőmunkások tevékenykednek az egyetem készülő kutatóközpontjában. Ősztől azonban már tudósok, kutatók dolgoznak majd itt. Tudományos eredményeikből készülhetnek majd a jövő termékei. Idén 75 milliárd forintot kaphatnak kutatásfejlesztésre ezek a kutatóhelyek, vállalkozások az államtól, mondta Pécsett a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Cséfalvai Zoltán azt mondja, ebből nem csak műszerbeszerzésre jut majd. Az induló kis vállalkozásoknak például, amelyek ott elindulnak, vagy majd tovább fejlődnek, vagy akár az egyetemmel még összekapcsolódva, adok számára írunk egy pályázatot 2,1 milliárdos keretösszeggel. Ezek azok a kis cégek, amelyeket például a kutatók azért hoznak létre, hogy egy tudományos felfedezésből végül piacra kerülő termék lehessen. De nem csak a biotechnológia területén történik kutatásfejlesztés. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, a baranyai vállalkozások tudják, hogy folyamatosan újítaniuk kell a talpon maradáshoz. Van, akinek infrastruktúrát kell cserélni, mert már nem tudja elhelyezni a technikai eszközeit. Van, aki kizárólag gépi beruházásokat. Nagyon sokan vannak, amelyek a szervezeti innovációhoz jutottak el. Ugyanis felismerték, hogy vállalkozások növekedéséhez új vezetési módszer kell. Kéri István azt mondja, a kamarához tartozó kis- és középvállalkozások 130-140 milliárd forint értéket képviselnek. Ez nőhet tovább az új kutatási eredmények újítások hasznosításával.